7 év után váltott vezetőedzőt a Vármegyei első osztályú bajnokságban szereplő Andakalocsa futballklub, amelynek kispadjáról az első fordulót követően szakmai és magánéleti okokra hivatkozva állt fel az addigi vezetőedző Kohány Balázs. A klub vezetése hamar megtalálta az utódját Vaskó József személyében. Vaskó József labdarúgóként több száz mérkőzésen szerepelt az NB1-ben és az NB2-ben, de edzőként is sikeresen dolgozott az utánpótlásban, valamint több vármegyei felnőtt csapatnál is bizonyított. Játékosként játszottam majdnem mindegyik osztályba, Dunajvárosban nőttem fel. Játszottam NB1-be 16 mérkőzést, NB2-be 200 fölött, nem tudom pontosan. Persze, mint mondom, játszottam megye-1-be is, játszottam Bács megyébe is. Voltam edző Bács megyébe, megye-1-be Solton, 2,5 évet voltam Fejér megyébe, a megye-2-es csapatoknál. Voltam utánpótlásban. Az új vezető a Fejér megyei másodosztályban szereplő Nagy Karácsony csapatát edzette volna ebben a szezonban, azonban Kohány Gábor elnök hívására a kalocsai csapat mellett döntött. Nyáron elmentem egy csapathoz, Nagy Karácsonyhoz, Nagy Karácsonyba, aki tavaly harmadik lett a bajnokságban, és mert felhívtak a vezetők a bajnokság közben, hogy menjek oda edzőnek. El is fogadtam, és jött ez a lehetőség, Kohány Gabi felhívott két hete szerdán, hogy a Balázs, az öcse lemondott, és minél előbb edzőt kell találniuk, és kis gondolkodás után elfogadtam. A csapat egyelőre 3 mérkőzést játszott a bajnokságban, és mindössze 1 megszerzett ponttal a tabella 14. helyén áll. Az edzőt arról kérdeztük, mivel kezdte ebben a helyzetben a szakmai munkát. Elsősorban az volt a célom, hogy minél előbb megtalálom a hangsúlyt a játékosokkal, az, hogy próbálják elfogadni, amit én képviselek. Nagyon nehéz, mert a felkészülést nem én csináltam. Tehát a keretet nem én állítottam össze. Nem minthogyha kétségeim lennének a Balázs vagy a Gabi munkája felől. Tehát egy nagyon jó keretet állítottak össze, ami képes lehet meglepetés okozni, egy jó helyezést elérni a bajnokságba. Most azon vagyunk éppen, hogy ezt a csúfos kezdést ezt valahogy próbáljuk rendbe hozni, de én úgy gondolom, hogy játékosok vevők a munkára. Tehát jó a csapat hangulata, attól függetlenül, hogy volt két vereség és egy döntetlen, de minden próbálunk belőle kijönni, mert mennek el a mérkőzések, és a pontokat még gyűjtögetünk el. Ehhez természetesen a legfontosabb az elkötelezett edzésmunka. Én olyan játékos voltam mindig, aki tényleg szerette a labdát, tehát állam az edzésen a labda az mindig benne van, tehát minden gyakorlatban benne van. Nyilván vannak olyan dolgok, ami elkerülhetetlen, ezek a tüdőre, ezek a monoton fizikai dolgok, tehát futások, de én szeretem a labdás gyakorlatokat, tehát a koordinációt, a nagyon sok labdatartást, a kapu érkezést, tehát ami nyilván a futballistának a lényeg az, hogy a labdával jó barátban legyen, és helyzeteket tudjon, gólt tudjon szerezni minél előbb. Kellenek is a gólok, hiszen a csapat jobb helyen szeretne zárni, mint a tavalyi bajnokságban. A vezetőséggel megbeszéltük, vagy hát ők említették, hogy az első 5 hely a cél, tehát egy jobb szereplést szeretnénk, mint tavaly. Én úgy gondolom, hogy ez megvalósítható, mert képes el szerintem a társaság. Az Andakalocsa FC labdarúgói szeptember 14-én szombaton 16:30-tól Lajos Mizsén lépnek pályára. Hazai közönség előtt pedig legközelebb szeptember 22-én, vasárnap 16 órától bizonyíthatnak a Kiskunfélegyháza csapata elleni mérkőzésen.